Kedves nézőink, a következő 2007-ben készült stúdióbeszélgetéssel Bugár Nándorra, az Ajka Városi Bányász Fúvós Zenekar egykori karnagyára emlékezünk. A közelmúltban művelődésért diszoklevél kitüntetés vehetett át Bugár Nándor, akit köszöntök a stúdióba, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Bugár úr, gratulálom mindenek előtt a kitüntetéshez. Nagyon szépen köszönöm. Ön ezt a kitüntetés művelődésért diszoklevelet a Bányász Zenekarban eltöltött munkásságáért, végkezdett munkásságáért kapta, és szándékosan nem mondtam Bányász Fúvós Zenekart, mert azt közben kiderítettem már, ugye, hogy ha jól tudom, akkor ez kezdetben nem csak Fúvós Zenekar volt ez a Bányász Zenekar. Nem, igen. Az elején Bonós is volt. Hol kezdődött, mikor kezdődött az ön számára a Bányász Zenekarral való kapcsolat? Hát a Bányász Zenekarral 10 éves koromban kezdődött. 10 éves. A karmester Elek Mihály volt akkor a Bányász Zenekarnak, és az ő növendéke voltam, Hegedűz. Na, ezért mondtam, hogy akkor más is volt, nem csak Fúvós. Tehát ön hát akkor Hegedűz. Először a Bonósba kerültem be, és akkor ugye, aki Bonósban volt, annak Fúvóst is kellett tanulnia, illetve Fúvós is volt, így kijelöltek számomra egy zenekari tagot, aki Fúvós volt, történetesen amfóniumot kellett tanulnom, és... Mikor volt ez? Ez a 30-as években 30-as, volt. 30-as években. Igen. És... Hát, mit mondjak, felső csingerből belaktunk akkor már, és alsó csingerbe kellett lejárnom. Janó János volt az fúvós tanítom, és az Elek Mihály karmester pedig a hegedű. Tehát több hangszeren is játszott, és amikor a zenekarban játszott, akkor melyiken kellett, vagy kidőtött el, vagy hogy dőlt? Mikor mire szükség volt, vagy... Hát nem. Bonósnál az első hegedűs sorban voltam már akkor, és a fúvósoknál pedig a mészánykürtöknél. És amikor megtanultam már, hát 12 éves koromban, akkor már kivonulásokon mindenhova kellett mennem, és amikor kivonulás volt, valami ünnepség volt, akkor fúvós voltam, amikor valahol például Fejérvári zenekarral, szimfonikus zenekarral minden évben egyszer-kétszer volt találkozó, és akkor már mint vonós szerepeltem a zenekarban. Értem, tehát a feladattól függött az, éppen az alkalomtól a helytől függött, hogy melyik hangszeren játszott. Mikor került a zenekar élére ön? Hát az 50-es években kerültem a zenekar élére. Ugye... Az Elek Mihályt akkoriban, amikor rendszerváltás volt, akkor sajnálatos módon a zenészek elüldözték. Elüldözték? Igen, kimondottan azt mondták, hogy nem szerepelnek, illetve nem mennek a zenekarba, hogyha az Elek Mihály lesz a karmester továbbra is. De mi volt a bajuk? Hát személyi kérdés volt, semmi más nem volt. És akkor az Inger Rudolf lett, az is egy kiváló zenész volt, az lett a karmesterük. Hát az ő körülbelül 3 évig volt karmester is. A felesége révén nem bírta az itteni csingeri levegőt, és visszamentek Tatabányára, már onnan kerültek ide. És utána így kerültem én a zenekar élére. Nem akartam, de kényszer volt, hogy a zenekar nehogy szétmenjen. És akkor önön múlott az, hogy a zenekar egyben maradt? Hogy... Szerintem igen. Ön elvállalta? Ha nem vállaltam volna, akkor a zenekar megszűnt volna. Hát elég jól egyben maradt, ugye? Azóta is. Csak hát az volt a baj, hogy utánpótlás, nem, 2-3 embert vettek fel, akik zenészek voltak, Csepregé. Volt, mikor a Szuromi Miklós is jött, tanított itt Ajkán, és beállt a zenekarba. De hát ez nem volt megoldás, és ahogy az évek múltak, az idősebbek meghaltak, és utánpótlás nem volt. És akkor a kultúrház vezetőjével úgy állapodtunk meg, hogy át kell adni mindenképpen a
iskolának, zeneiskolának, a zenekar valamelyik tanárnak, hogy nehogy meg, mert akkor is megszűnt volna a zenekar, ha ezt nem csináljuk. És akkor döntöttünk úgy, hogy átadjuk a zenekart, és Horváth Zoltán volt akkor az ifjúsági zenekarnak a karmestere, és ő neki adtuk át. És utána vele együtt én is maradtam. Mint milyen funkció? Zenészként? Vagy? Zenészként. Hát én fújtam szaxofont, basszánykürtöt, tenorkürtöt, enfóniumot, szaxofont zenekarba, fuvorba. Úgyhogy... Összesen hány hangszeren tetszik játszani? Kérem? Hány hangszeren tetszik játszani összesen? Hát... Vagy ez nehéz összeszám? Fúvóson járt, az rokon hangszerek, az enfónium, bészánykürt, csak a szaxofon nem. Értem. De hát még ott van a hegedű is, hozzám egy egészen más... Hát az egészen más, ebben a zenekarban már hegedű nem kellett. Mikor szűnt meg az, hogy vonósok is legyenek a zenekarban? Mitől kezdve csak fúvós a zenekar? Hát még a Bánya zenekar kint volt Csingerben, akkor 52-53 körül szűnt meg a vonózenekar. De még 55-ben is megvolt. És az miért? Az utánpótlás hiánya miatt? Kimondottan azért. Kimondottan utánpótlás hiánya volt. Addig ez ilyen szimfonikus zenekarként működött? Mind a kettő, igen. Akkor is még. Fúvós is volt meg. Hát a szimfonikus zenekar Győrben is volt ilyen szimfonikus vonószenekari találkozón. Ott második helyezést értünk annak idején. Hát akkor még az Inger Rudolf volt a karmesterünk. Kiváló hegedűs volt ő is. Úgyhogy... Tehát utánpótlás hiánya miatt megszűnt ez a jellege, a szimfonikus jellege is maradt a... Ahogy az öregek kihaltak, úgy csökkent a létszám. A zeneiskolától mint bányázenekarban nem kaptunk utánpótlást. Azért döntöttünk úgy, hogy át kell adni valamelyik tanárnak, hogy a zenekar tudjon fejlődni. De csinálták tovább, de együtt maradtak és... Együtt maradtunk mindent. Horváth Zolinál is végig voltam, meg a Jánosnál, Vörös Jánosnál is. Mikor az egészségem engedte. Mikor tetszett megválni a zenekartól? Hát... Számot, évet, hogyan mondjam. Mennyi idővel ezelőtt, néhány éve? Vagy? Körülbelül 5-6 éve. 5-6 éve. Egészen addig tetszett, együtt voltunk, tetszett játszani, és fellépések. Nem tudom pontosan, de... Fellépésekre mindenre tetszett, még addig is, igen. Addig is menni. Hát ahogy az én egészségem is romlott, úgy aztán én is kénytelen voltam. Menetre már nem tudtam vállalni. És elég sokat mentünk ki vidékre is, ahol végig kellett menni a falukon fújni, azt én már nem bírtam. De a kapcsolat nem szakadt meg az élet zenekarral, milyen, nem. Mi maradt meg? Hát az a helyzet, hogy tiszteletbeli elnöknek is megválasztottak, úgyhogy amikor tudok, de hát mondom az egészségem nem igen engedi, hogy általában hát feleségem is beteg, és úgyhogy nagyon nem tudok elmenni. De azért úgy gondolom, hogy zenész ember létére hangszer teljesen nem tetszett letenni, tehát legalább otthon valami... Hát otthon hegedűt, inkább a hegedűt veszem elő, és akkor egy-két fél órát, órát, másfél órát gyakorolok. Ennyi az egész a minden nap, zenével kapcsolatban. Minden nap tetszik? Hát minden nap nem, de... Úgy, mikor nagyon kedvem van, akkor veszem elő. Igen, azt hiszem, hogy ez olyan dolog, amit hogy nem is lehet ugye abba hagyni. Hát véletlenül. Nem. Az ember, hát az igazság az, hogy rengeteget hallgatok rádiót, főleg Bartókot. Ott állandó zene van, és főleg azt hallgatom, ahogy az időm engedi. Ugár úr! Még egyszer gratulálunk a kitüntetéshez. Nagyon szépen köszönöm. És további jó egészséget, és minden jót kívánunk. Köszönöm szépen. Önnek köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.